srácok, baromi álmos vagyok. Hajnal hasatán kellett felutaznom Pestre Pécsről, mert tegnap volt egy szerkesztőségi találkozó. És a nagyon érdekes dolog az, hogy ezek a találkozók borzasztó mértékben fel tudnak tölteni. Van valami abban, hogy több száz emberrel együtt röhögsz, ami egyszerűen példátlan. És ezért van az, hogy a testem ilyen gyűrött és fáradt, így a 3 óra alvás után így könyörög az ágyért. A lelkem meg így... Kezdjük már el! Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Ez itt a Hollywood hírügynökség, és beszéljünk egy kicsit egy nagyon személyes témáról. Arról, hogy mit jelent nekem a gördeszkázás. A mai filmünk egy lelkes amatőrről szól, aki rajong egy sportért, amiben hát elég szar. És japp, ez ismerős! Félreértés ne essék, én sose voltam rossz deszkás, de sose voltam a legjobb sem. A mai napig nincs túl jó egyensúlyérzékem, és persze a tanulmányaim, majd később a munkám miatt nem igazán tudtam beletenni a sessionökbe azt a napi 3-4-5 órát, amitől igazán jó lesz az ember. Több mint 15 éve deszkázom, de soha egy versenyben nem vettem részt, mert egyrészt ugye nem voltam hozzá elég jó, másrészt viszont sose érdekelt, hogy ki hogy értékeli a tudásom. Éveket tudnék beszélni róla, hogy mit jelent nekem a deszka, mind a mai napig. A kultúra, a kreativitás, 1000 tanulság és még legalább annyi tapasztalat. A zen, az alkotás, a végtelen szabadság, a tény, hogy a problémáim nem eltűnnek, hanem szabályosan megdögölnek a küszöbön, ha deszkára állok. Egy életútnyi példátlan élmény, ami teljes mértékben független attól, hogy mennyire versenykész a tudásom. Ha valaki felveti, hogy miért nem járok el ilyen versenyekre, mindig az jut eszembe, hogy anyád pontoz, ne a Gergőt. Kit érdekel? Mert a tény az, hogy sose voltam a leglazább arc a téren, és nem is leszek már az tuti, de ez kitartóan kurva mindegy. Deszkán állva minden mozdulatom az, ami épp vagyok. Az agresszív grabek, a váratlan no-comply kombók, a street plantek, amik inkább mókás hülyeségek, mint legitim trükkök, minden, amit csinálok, minden, amit kitalálok, minden új ötlet és régi rutin, azt képviseli annak egy szelete, ami én vagyok. És ezt még soha senki nem tudta nekem lepontozni. Szerelmes levél vége! De miért beszélek most erről? Mert az Eddie the Eagle egy nagyon hasonlatos tanulságot fogalmaz meg. Mennyire megragadóan lényegtelen az általános elismerés, ha az ember élvezi, amit csinál. Ha azt teheti, amiért rajong, ami kiteljesíti, mint ember. Mennyire lényegtelen, hogy hányadik vagy, ha elégedett vagy. És ez egy nagyon fontos üzenet. Ebben a társadalomban, ami a győzelmet, az első helyet, az egyedi uralkodást élteti, nehéz, de fontos megtalálni és elérni a személyes célokat és a személyes eredményeket is. Mert lehet, hogy a világ szerint nem vagyunk elég jók, de mi az Isten tud a világ? Gondos utánajárás után az ember rájön, hogy lófasz se. Úgyhogy, jöjjön hát Eddie, a világ legrosszabb síugrója, de mégis legkirályabb sportolójának története. Ez az Eddie the Eagle. Az igaz történet szerint Eddie Edwards valószínűleg az egyik legőrültebb sportteljesítményt felmutató olimpikon a világon. Gyerekként nemzetközi sikerről, de legalábbis nemzetközi szereplésről álmodott, és kifejezetten jó síelőnek is bizonyult. A brit keretből való kimaradást követően viszont spontán kiugrásra váltott, hogy egyedüliként képviselhesse az anyaországát a Caligariban tartott téli olimpián. Nem volt magas, nem látott rendesen, szinte alig volt ideje felkészülni, és nem bizonyult kifejezetten tehetségesnek se, sőt, még csak simán pénzzel se támogatta senki a szerencsétlent. Így pedig az olimpiai részvétel közel lehetetlennek és kifejezetten feleslegesnek tűnt. Eddie azonban mégis nekivágott a biztos bukás reményében, ezzel sporttörténelmet írva. Na most a durva az, hogy a film sztória még talán nem is annyira elképzelhetetlen, mint a valódi történet. Utána jártam a dolognak, és Eddie-nek egy ponton annyira nem volt pénze, hogy egy finn elmegyógyintézetben lakott. És ezt így kihagyták a filmből megérthető módon, mert ezt már senki nem hitte volna el. Én se! És tudjátok mi a durva? Eddie története ugyanabban az évben játszódott, mint a Cool Runnings-nak a története. A jamaikai bob csapatnak, akik elindultak a téli olimpián, az ugyanez a téli olimpia volt. Ebben a filmben utalnak is arra a csapatra is. 88 egy őrült év volt. Valaki így felkapta a fejét, hogy hopp, megszületett a szirmai, kezdjünk el baromságokat csinálni, hogy legyen miből filmet forgatni, mire felnő, oké? Okay? De, ja, ahogy a Cool Runnings története is, ez is egy ilyen szokványos, inspirációs sztori, aminek az a csavarja, hogy tényleg meg is történt. És ez egy nagyon fontos különbség. Rengeteg ilyen sportfilm van, hogy egy csapat loser valahogy mégiscsak elnyeri a kupát, de az, hogy ezek az események tényleg megtörténtek, egy extra réteget adnak az inspiratív tulajdonságának a filmnek. És atya ég engem inspirált! Ami legyen nagyon tiszta, nagyon-nagyon nehéz volt. Miért? Mert a film alapsportja a
síugrás, ami nézzünk szembe azért a rideg tényekkel valami elbaszott unalmas. Ja igen, mert nem. Wow, mekkorákat ugranak, hű. Kb. Itt dobhatna egy szaltót mondjuk, és akkor odafigyelnék. Mert most tényleg melyik izgalmasabb? Ez? Vagy ez? Mind a kettő síugrás. Viszont ezek után őszintén szólva én nem tudom, hogy lehet ezt a sportot egyáltalán közvetíteni. Nos Zoli, eljött a várva várt pillanat. Így van Zoli, kezdődik a síugrás versenyszáma. Az első ugró már neki is indult, és... Wow! Micsoda stílus, micsoda elegancia, és igen, ha jól látom, annyira unalmas a síugrás, hogy maga a versenyző is elaludt. Igen, és hát ez bizony pár pontjába fog kerülni, hát igen. Micsoda szokatlan stílusú landolás, nem is értem pontosan, hogy mi történt, de leszarom. Rémunalom. Mégis, a film a megnyerő karaktereivel és az átélhető inspiratív tartalmával elérte, hogy izguljak, hogy sikerül-e egy síugrás. Ezért azért mindent tiszteltem. Leginkább Eddie irányába, akinek a karaktere egyszerűen tökéletes gerincet ad a sztorinak. De akkor nézzük is most ezeket a karaktereket. Egerton a főszereplő Eddie szerepében elsőre borzalmasan irritáló. A trailerből is biztos lehet, ilyen furán tartja az állát, meg így folyamatosan kicsit nyáladzik, és az egész olyan kínos, mint hogyha egy ilyen élő szereplős karikatúrát néznénk. De aztán a film végén megmutatják a konkrét létező, még élő Eddie-t, és tényleg, ez a gyerek egy totál loser! Olyan klasszikus filmbe illő szerencsétlen a srác, és Egerton ezt tökéletesen játssza el. Mert nem csak tényleg így tartotta a száját, meg tényleg ilyen furán viselkedett, de a naív optimizmusa, a habzószájú lelkesedése, a egyszerűen sugárzó jókedve, minden teljes mértékben benne van Eddie-ben, és benne van ebben a filmben is. Király! Mert úgy tűnhet, hogy lenéz a srácot, de abszolút nem. Végre egy hihető karakter. Minden ilyen sportfilmben mindig ott van a srác, akinek tökéletes állkapcsa van és egy fantasztikus szépség, de... Géza egy példátlanul gyönyörű sportember volt, de... Emellett az iskola fekete báránya is, mert néha bizony csücsölített. De itt nincs laca-faca. Eddie tényleg nem egy klasszikus hőstípus, és ettől lesz nagyon jó hős. Aztán ott van Rozsomák karaktere, aki igen, egy tipikus, alkoholista lecsúszott sportoló, aki edzőként új esélyt kap, hogy bizonyítson, és igen, igen, igen. Itt jön be a filmnek az egyetlen talán érezhető negatívuma, hogy nagyon klisés. Nyilván nem hiába klisés, nyilván inspirálta a kliséket, de akkor is azért most már kicsit elcsépeltek ezek a szereplők. Tudom például, hogy senkit nem lepek meg azzal, hogyha elmondom, hogy kik a gonoszok a filmben, bizony egy szükségtelenül negatív versenybíra és egy rakás olajozott pucérfinn. Senkit soha nem lep meg így. Bedobom, hogy olajozott pucérfinnek, és így ja, láttuk. Sajnos emiatt a kiszámíthatóság miatt viszont a film tényleg egy kicsit veszít az éléből. De aztán felkínálja az opciót, hogy jobb lenne-e a teljes film élmény, hogyha beraknánk Christopher Walkent a végére. És én azt mondom, hogy igen. És a film látá, hogy ez jó. Úgyhogy igazából erről ennyit. Az Eddie the Eagle egy borzasztóan kedves film. Egy kicsit klisés ugyan, egy kicsit kiszámítható, de eredményesen izgalmas, amit állatira nem vártam, és a karakter központúsága ad egy új réteget ennek a megszokott sztorinak. És végérvényesen mindezek mellett a legfontosabb erénye, hogy egy nagyon fontos üzenetet közvetít. Mert lássuk be, jó esély van rá, hogy egyikünk se lesz soha a legjobb abban, amit csinál. Se te, se én, se Gyöngyi néni meg a kickbox karrierje. És a film nagyon potensen emlékeztet arra, hogy ebbe bele kell szarni. Mert nem azért vagyunk a világon, hogy a legjobbak legyünk. Azért vagyunk a világon, hogy hozzánk mérten a legjobbak legyünk. Ha ez sikerül, mi leszünk a világ urai, és ezt senki nem veheti el tőlünk. Ahogy Eddie-től se. Értékeljünk. Hát srácok, az a helyzet, hogy ez a film baromi kedves, egy nagyon kis egyszerű, de feltöltő szórakozás, mindenképp tudom ajánlani megnézésre. Éppen ezért remek randi film, de a brókkal is el lehet menni, mert igazából bőven van mit beszélni erről a filmről, úgyhogy ez egyetlen egy dolog, hogy fogyasztásra egy jó liter tejet javasolnék. Tartsuk magunkat a küldetéshez. Ennyit a mai filmünkről, de voltak még híreink is a héten. Elsőként mi történik a légióban? Az AFK-n elkezdtük a Fülöp-szigeteki sorozatot, ami baromi jól indul, bár relatíve kevés anyagom van hozzá, de nem gond, mert megyek vasárnap Indiába, és lesz új sorozat is. Úgyhogy annyi minden jön, hogy Game Day téren Imre vitte a hetet a Quantum Break-kel, én pedig most elkezdem a Dark Souls 3-at, és aztán meglássuk, hogy mi lesz belőle. Félek. Végül pedig filmes téren is volt egy nagyon érdekes új trailerünk, ez a Swiss Army Man. Ebben a filmben Paul Dano egy ilyen partra vetett Tom Hanks-i túlélő, aki egy napon megtalálja Daniel Radcliffe hulláját és összebarátkoznak. Az egész film nagyon fura és nagyon királyul néz ki. Nem tudom, hogy ki mondta, hogy Hollywoodnak elfogytak az ötletei, de nem igaz.
Ez mondjuk nem jutott volna eszembe. De erről ennyit, ennyi volt már a hírügynökség, és lenne egy napi kérdésünk. Titeket melyik sportfilm inspirált a legjobban valaha? Várom a válaszokat odalent, vagy Facebookon, vagy Twitteren. Én Szirmai Gergely voltam, és nem sokára újra találkozunk.